Szemben önmagammal. Ezzel a címmel nyílt meg a 80. születésnapját ünneplő Kopócs Tibor festőművész jubileumi kiállítása a Limes Galériában. A tárlatnyitón elsőként Farkas Veronika művészettörténész köszöntötte a neves alkotót, majd Szakolcai Lajos művészeti író méltatta munkásságát. Mint fogalmazott, Kopócs Tibor szolgálatnak tekinti hivatását, munkájával önbecsülésre sarkalja a magyarságot. Alkotásaiban van egyfajta megmagyarázhatatlanság. Nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mitől jók, melyik ecsetvonástól, a kép melyik szegletétől, a színektől vagy a formáktól, de érződik, hogy pontosan úgy tökéletesek, ahogy vannak. Határozottan olyan tárlatról beszélünk, melyet semmi esetre sem tud az ember felületesen megtekinteni. Itt minden alkotásnak mélysége és ereje van, mondta Szakolcai Lajos. Drága látott gyöngyű csillagok között, fényességes csillagok. Az ünnepség meghittségéhez Kátai Zoltán énekmondó is hozzájárult, majd meglepetésként egy szép pillanat következett. Sokrétű munkássága elismeréseként, a szlovákiai magyar kiemelkedő személyiségek közül elsőként, Kopócs Tibor vehette át magyarországi Art 16 Művészcsoport Egyesület Magyar Kultúráért díját. Az oklevelet és az emlékérmet Ábak Péter Korvin díjas festőművész, kuratóriumi elnök nyújtotta át a kitüntetetnek. Nagyon megköszönöm a szíves jelenlétüket, érdeklődésüket, és engedjék meg, hogy ne mondjak többet, mert meghatódtam, ezt nem számítottam erre, és nagyon köszönöm az érdeklődésüket.